Bácsalmás követően a Szeged-Szabadka-Bajavas út szakaszon uralkodó állapotokat bemutató kiállítást a Szabadkai Városi Múzeumban lehet megtekinteni. A fényképeket a Magyar Szó szabadkai fotóriportere Molnár Edvár készítette, aki úgy fogalmazott, mély nyomokat hagytak benne a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Bajavas úti szakaszon látott áldatlan állapotok. Vannak olyan részek is, ahol például Csikérjánál, ahol nem is létezik a vasút, alig látszik valami, szóval nehéz volt a fotókon bemutatni, hogy itt valamikor vonat közlekedett, csak a töltés látszik valamennyire, teljesen benőtte a gaza, fák, bokrok. A kiállítás megnyitóján elhangzott reális tervnek tűnik a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasúti szakasz felújítása, kiépítése. A vajdasági képviselőház elnöke azt mondta, a pénzösszeg, amit biztosítani kell a kivitelezéshez, mintegy 280 millió euró. Ennek a realitás ebben a pillanatban megvan, létezik egy európai pályázat, amit a két ország, Szerbia és Magyarország igénybe tud venni, tette hozzá Pásztor István. Ez a pályázat tudomásom szerint februárig van nyitva. Én abban reménykedek, hogy a két ország szót tud érteni ebben az ügyben, egyfajta prioritásként tudja kezelni ennek a vasútnak a felújítását, hogy neki tudjunk lendülni ennek a pályázásnak. Az, amit az emberek mondanak, akkor, amikor elmarad egy-egy járat Szeged és Szabadka között, még úgy is, hogy több mint két óráig megy a vonat, arról tanúskodik az én számomra, hogy az emberek érzik ennek a fontosságát, és amit az emberek fontosnak tartanak, az előbb-utóbb meg is valósul. A kiállítás megnyitón elhangzott, ha a pályázat sikeres lenne, az azt jelenteni, hogy 2016-ban elindulhatna a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal felújítása, ami azután három éven belül az említett szakasz nagyobb részén be is fejeződhetne. A kiállításhoz visszatérve mondjuk még el, hogy Szabadkát követően Újvidéken, végül pedig Szegeden lehet megtekinteni annak anyagát.